estét kívánok! Befektetési tanácsot adni soha nem volt könnyű, napjaink bizonytalan viszonyai miatt pedig még nehezebb és még nagyobb felelősséggel jár ez, mint máskor. Mi sem tanácsokat osztogatunk a következő percekben. Ehelyett szakértőink segítségével felvázoljuk a jelenlegi gazdasági helyzetet, annak várható alakulását, majd felvillantjuk azon lehetőségeket, amelyeket az adott viszonyok között megfontolhat az a szerencsésebb helyzetben levő magánszemély, akinek sikerült megtakarítania némi pénzt. Biztonságosabb és rizikósabb, hagyományosabb és újszerűbb eszközök egyaránt rendelkezésre állnak. És hogy ezek közül ki mit választ, illetve hogy kihez mit talál, az meg annyi tényezőtől függ. Közgazdász egyetemi adjunktus, banki szakértő, gazdasági szakpolitikus és vállalkozó mondja el a következő 25 percben, hogy mibe fektessünk be. Tartsanak velünk, kezdődik a metszet! A legelső és a legfontosabb dolog, hogy ne tegyünk minden tojást ugyanabba a tartóba. Tehát, hogy a befektetésnek a kulcsa a diversifikáció. Ne tartsuk otthon a pénzünket. Igazából a legnagyobb ellensége a készpénznek ugye az infláció. A legfontosabb az, hogy haszontalan dolgokba ne fektessünk ilyen periódusba, és különösen ne úgy, hogy mondjuk ezt még hitelből is finanszírozzuk. Ha ingatlanba fektetsz, földekbe fektetsz, aranyba fektetsz, ez a három az egy olyan dolog, ami mondjuk úgy, hogy megtartsa legalább az értékét. Eléggé nehéz egy ilyen kérdésre válaszolni, hogy talán mi lenne a legjobb befektetés. Napjaink nehéz gazdasági helyzete, magas inflációs aránya miatt nem könnyű megmondani, hogy annak a természetes személynek, akinek sikerült megtakarítani a némi pénzt, mibe kellene fektetnie azt. Nagyon jó kérdés ez, mivel az utóbbi időben egyre gyakoribb az, hogy jönnek ügyfelek és megkérdezik tőlünk, hogy melyek azok a pénzügyi eszközök, amelyekbe befektethetnek. Mindenki tudja azt, hogy amint az elemzők is, a pénzügyi elemzők ezt megjósolták, az év végére, a múlt év végére az infláció meghaladta most már a 8%-ot is, és szerintük leghamarabb szeptemberre fog ez normalizálódni. Abba persze itt az is közben jön, hogy még egy számos feltétel van emellett. 2022 hát egy bonyolult év. Magas inflációval, aminek elsősorban az első számú oka az energiaáraknak az elszabadulása, és hát emiatt eléggé sok az ismeretlen az egyenletben. Az elmúlt két év az nagyon nagy kihívás volt, nem csak a lakosságnak, nem csak egészségügyi szempontból, hanem gazdasági szempontból is, és gyakorlatilag a 2020-as évben elég sok mindent elvesztettünk. Na most ehhez képest a 2021-es évben elég sok mindent sikerült visszaszerezni gazdasági szinten. Románia tavalyi 7%-ra tehető gazdasági növekedésére utal Juhász Jácint közgazdász. A Bábesbolyai Tudományegyetem adjunktusa Metszetnek adott elemzésében hangsúlyozza, ez a bővülés európai szinten is jónak minősíthető, és arra utal, hogy a 2020-as visszaesést követően 2021-ben az ország gazdasága ismét hozta a 2019-es év teljesítményét. Igaz, számos tényezőnek, például egyes kormányzati intézkedéseknek, illetve az uniós forrásoknak köszönhetően. Idénre és 2023-ra 4-5%-os gazdasági bővülésre számítanak. A tavalyi év ugyanakkor sok szempontból próbára tette a gazdaságot. A 21-es évnek a nagy kihívásai a koronavírus mellett természetesen úgy kezdődtek, hogy nagyon sok alapanyagnak az ára nagyon nagy, soha nem látott mértékben, tehát százalékos mértékben nagyon nagyot növekedett. Kezdte az acél, az összes fém, a műanyag, aztán jött egy nagy hiány világszinten az ellátási láncokban, amikor főként az elektromos termékek piacán egy komoly kínálati hiány keletkezett. Ugye 2020-ban elég sok mindenki leállította a tevékenységét, vagy korlátozta, és amikor a kereslet kezdett visszaállni 2021-ben, akkor gyakorlatilag a termelés az még nem ébredt fel, mondjuk így. És ezért látjuk azt, hogy az autógyártás, a számítógépgyártásban egy nagyon nagyfokú hiány keletkezett. És aztán jött az évnek a második fele, a vége, amikor az energiapiacokon történt egy nagyon komoly változás, ugye elektromos áram és a gáznak, a természetes gáznak az árai fantasztikus mértékben, és a kőolajnak az ára is fantasztikus mértékben növekedett, és ez ugye Európában egy elég komoly probléma, hiszen itt vagyunk a tél közepén, és a gázárak, az elektromos áramára az messze menően magasabb, mint ami a tavaly ilyenkor volt.
Ezeknek valószínűleg sokkal komolyabb hatása van még középtávon is a gazdaságunkra és az emberek életére is, mint önmagában csak, ahogy mondjuk a koronavírus és az amiatti gazdasági tevékenység csökkenés indokolná. Hiszen szerintem jobban érezzük a gázárak növekedésének a negatív hatását, mint azt, hogy 2020-ban bizonyos termelési egységeknek a tevékenysége korlátozva volt. A gázárak 2020 decemberében több mint 50%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest, az elektromos energiáé mintegy 15%-kal emelkedett. A 2020 decemberéhez viszonyított éves inflációs arány 8,2% volt. Ez egy olyan érték, ami valóban meglepett sok mindenkit, és főként azért, mert ez valahol szeptembertől alakult ki. Tehát addig elég jól volt a történet, és akkor az energiaárakkal elszabadult az infláció is egész Európai Unió szintén, és mi egy kicsit mindig, mint a román gazdaság szokás szerint rátesz egy keveset. Közben a Román Nemzeti Bank felfelé módosította inflációs előrejelzését, eszerint az idei év végére 7,5%-os fogyasztói árnövekedésre számít. Ekkora pénzhígulás mellett, ha befektetési tanácsot nehéz is adni, egy dolog biztos. A lehető legrosszabb az az, hogy a pénzt a párna alatt tartjuk, lejben. A metszetnek értékelő szakemberek óva intenek mindenkit attól, hogy lejben őrizgesse pénzét. 7-8%-os infláció mellett ugyanis egy év alatt 3-4 évi kamat úszik el. A vásárlóerejének az összegnek mindenképpen csökken. Tehát még mindig jobb euróban tartani azt a pénzt. Valamilyen szinten az infláció ellen tudunk ezzel védekezni. Ne tartsuk otthon a pénzünket. Igazából a legnagyobb ellensége a készpénznek ugye az infláció, amint beszéltük is ezt. Úgyhogy mindig én azt mondom, hogy egy szakemberhez is kell fordulni ahhoz, hogy elmondja, hogy mihez nem, miben igen és miben nem. Kell tudnunk azt megtanulni, hogy úgy, ahogy elmegyünk mondjuk egy egészségügyi problémánkkor az orvoshoz, és azt kérdezzük, hogy melyek a lehetőségeink tovább, úgy kellene már megtanuljuk lassan-lassan mi is, hogy szakemberhez kell fordulni abban az esetben, hogyha mi megtakarítani szeretnénk. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mi benne. Egy magánszemélynek, aki kis pénzzel rendelkezik, annak, hogyha van megtakarított pénze, akkor még mindig a valutába érdemes fektetni, mert ahogy lássuk, a valuta azért nem vesz itt az értékéből. A lejt hiába tesszük bankokba, már nagyon kevés a kamat, és azon veszük észre magunkat, hogyha kapunk mondjuk egy 3%-os kamatot, és az infláció 10%, akkor már vesztettünk abban a pillanatban 7%-ot. Ha pedig mondjuk egy külföldi valutába fektetünk, az nagyjából, ha 0%-os is a kamat a bankba, de legalább megtartsa az értékét. Nem javasolnám azt, hogy otthon tartsuk euróba, vagy bankba tartsuk euróba a pénzünket, hiszen az inflációtól talán megvédjük, de hát az eurózóna inflációja is egész magas volt az elmúlt évben, tehát ott sincs arra garancia, hogy egy ilyen inflációs sok hatására a pénzünk nem fogja értékét veszíteni. Ha nem őriznénk valutában és lejben még annyira sem pénzünket, mit ajánlatos kezdeni vele? Mibe fektessük be? Én nem vagyok pénzügyi tanácsadó, úgyhogy én csak magánszemélyként tudnék tanácsot adni. Ugye, ha van több pénz az embernek, akkor mindig azt mondják, hogy ha ingatlanba fektetsz, földekbe fektetsz, aranyba fektetsz, ez a három az egy olyan dolog, ami mondjuk úgy, hogy megtartsa legalább az értékét. Romániában a többségünknek a legnagyobb befektetés igazából egy ingatlan, legyen az lakás, legyen bármi, egy föld, terület mondjuk, és nagyon sokan még mindig ezt válasszák úgymond prioritásként, tehát ez számít nekik befektetésnek. Inkább hamarabb megvásárolnak egy lakást, mint mondjuk arra gondolnának, hogy milyen más lehetőségeik is lennének. De fontos tudni azt, hogy ezt nagyon nehezen lehet likviditásra alakítani. Emiatt ugye körbe kell néznünk, hogy melyek a másik lehetőségek. Ami még egy biztonságos, úgymond befektetésnek számítana, itt a nemesfémeket is meg tudnám említeni, illetve a részvényeket, azaz a cégeknek az értékpapírjait. Ezek természetesen hosszú távú befektetéseknek számítanak. De emellett számos lehetőség van még. Megemlíteném a befektetési alapokat. Ugye a befektetési alapok azoknak az ügyfeleknek, úgy meg nekik találna, akik átlátnak azon, hogy csak ingatlan, vagy csak valami fontosba szeretnének, és valami biztonságosba fektetni.
Hosszú a felsorolás, hiszen a szakemberek a beruházások, befektetések piacán évtizedek óta változatlan alapelvet vallnak. Ez az 50 éves alapelv, ez megvolt nagymamáink korában is, és azt tudnám mondani, a legelső és a legfontosabb dolog, hogy ne tegyünk minden tojást ugyanabba a tartóba. Tehát, hogy a befektetésnek a kulcsa a diversifikáció. Legyenek biztosabb befektetéseink is, legyenek mondjuk rizikosabb befektetéseink is. Milyen időtávra fektetünk be, ez is nagyon fontos, hogy tudja az illető személy, melyek a céljai a befektetéseknek és a megtakarításoknak, milyen összeget tud félrerakni havonta, vagy esetleg van egy teljes összege, amivel már befektet és jön igazából a háttérből, illetve milyen hamar férne ezekhez. Tehát abban az esetben, hogyha nagyon hamar szeretne hozzáférni valamihez, akkor fontos az, hogy egy olyan befektetést válasszon, amit nagyon hamar vissza is kaphat. Nem 5 nap múlva, nem 10 nap múlva, vagy akár az ingatlanokból azt mondhatnám, hogy lehetséges, hogy nagyon nehezen adja el az illető az ingatlant, és így nem fér hozzá nagyon hamar. A paletta nagyon-nagyon színes, úgyhogy szerintem mindenki arra kell gondoljon, hogy neki mi felel meg a legjobban, és mit talál a legjobban. Minden piacnak vannak jó pontjai és rosszak. Vannak, amikor az árak nőnek, és ugye akinek ingatlanja volt, az örül, mert akkor neki ebből haszna van. De van, amikor csökken, van, amikor a részvények árfolyama nő, van, amikor a kriptovaluták nőnek, de igazság szerint ezek a piacoknak az egyik legnagyobb jellemzője az, hogy volatilisek, változékonyak, kockázatosak. Ami azt jelenti, hogy folyamatosan fölfele és lefele menő trendek vannak. Na most a magánszemélyes befektetésnek ez a kulcsa, hogy diversifikálni, tehát több helyre fektessünk, legyen ingatlan, legyen részvény, lehet, és nyilván szükséges, hogy valamilyen pénzhez közeli eszköz is legyen, tehát egy bankbetét formában, hiszen ha valami szükség van gyorsan, hogy személyes okok miatt készpénzre van szüksége, akkor nem éppen a házat kéne eladni, hanem valami ahhoz közelébbi eszköz kellene elsősorban felhasználni. Osszuk szét. A másik nagyon fontos komponens, hogy ez egy fokozatos dolog kell legyen, tehát nem az összes pénzünket egyszerre most, hanem minden hónapban. A magánszemélyek befektetéseinél fontos az egyensúly a különböző rizikófaktorú eszközök között. Ugyanakkor nem mellékes az életkor sem, magyarázza Juhász Jácint. A szakértő érvelése szerint a 30-40 éves fiatalok jó esetben többet keresnek, mint amennyit költenek, és a fölös pénz hosszú távú megtakarítását részesítik előnyben. Így nekik érdemesebb, kockázatosabb eszközök befektetni, például részvénypiacon próbálkozni, mindez diversifikálva és több lépésben. Ehhez képest egy 50-60-70 évesnek érdemesebb, alacsonyabb kockázatú terméket választani, hiszen esetükben általában alacsonyabbak a jövedelmek, mint a költségek, így nem biztos, hogy félre tudnak tenni. Miklós Zoltán a költekezések ésszerűsítésére biztat. Véleményem szerint a legfontosabb az, hogy haszontalan dolgokba ne fektessünk ilyen periódusba, és különösen ne úgy, hogy mondjuk ezt még hitelből is finanszírozzuk. Hogy mit értsünk haszontalan dolgok alatt? Vásárolunk egy luxus kocsit olyan körülmények között, hogy mondjuk arra nincsen feltétlenül szükségünk. Vagy hitelből megyünk el a Dominikára nyaralni. Tehát ilyen jellegű dolgokra gondolok. Mindenképpen jól meg kell gondolni azt, hogy érdemes-e olyan jellegű javakat beszerezni, amire nincs feltétlenül szükségünk. A lehető legrosszabb dolog pedig az, ha ezeket a haszontalan dolgokat hitelből vásároljuk. Ezen túlmenően én úgy gondolom, hogy sokkal bátrabban kellene használni a tőzsde adta lehetőségeket. Általában az emberek félnek a tőzsdétől, de hogyha megnézzük a bukaresti tőzsdének a mutatóit, akkor azt látjuk, hogy stabilan évről évre egy tisztességes hozamot produkál, és ehhez nem kell tőzsdegurúnak lenni, hogy mondjuk a tőzsdén nyitsunk egy folyószámlát brókeren keresztül. Elég, hogyha elmegyünk bármelyik kereskedelmi bankba, és befektetési alapokba fektetünk, és a
befektetési alapok esetében hát gyakorlatilag szakemberek kezelik a pénzünket, és szakemberek természetesen megfelelő kockázatmenedzsment mellett olyan helyekre fektetik a pénzt, ahol viszonylag alacsony kockázattal egy jó hozamot el lehet érni. Úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogyha ilyen jellegű befektetnivaló pénze van, akkor forduljon bizalommal a kereskedelmi bankokhoz, ahol ilyen jellegű befektetési alapok vásárlására van lehetőség. Ha bejön valaki és megkérdezi, hogy melyek azok a lehetőségek, én egyből hármat mondanák. Az első a befektetési alapok, ugye ezek átlépnek ugye azon a határon, hogy mondjuk biztonságos befektetések, mint mondjuk egy megtakarítási számla, amivel valószínű mindenki meg van már szokva. Mert egy megtakarítási számlában itt félreteszünk egy illető összeget, rövid távra gondolkozunk, inkább egy biciklire, akár egy kirándulásra rakjuk félre a pénzt, és nagyon hamar hozzáférhetünk. A második opció, amit mindenki ismer, ugye ezek a betétek, a standard betétek. Itt egy kamatot biztosítunk egy időtávra, amit megválaszt az ügyfél már előre. Ez egy biztonságos befektetésnek, megtakarításnak tűnik, viszont abban az esetben, hogyha valaki mondjuk időnap előtt hozzá szeretne férni, akkor elveszíti a kamatot arra az időszakra. A befektetési alapok ellenben ugye ezek olyan eszközök, amelyekhez bármikor hozzá lehet férni, hogyha helyesen meg is válasszuk azt, hogy melyik találna legjobban hozzánk, akkor ide azt is elmondhatnám, hogy igazából akkor deviza szerint is tudnánk valamilyen szinten kicsit diversifikálni. Tehát vannak eurós befektetések, vannak dolláros befektetések, illetve ugye lejben ez a standard, amit mindenki szokott választani. Mindenki, hát aki igaziból nem szeret, ugye ahogy tetszett mondani, lehet az idősebb generáció, akik nem használják fel mondjuk a devizát, és így hozzá lehet férni kisebb összegekkel is ezekhez. Én biztonságosabbnak tartom azokat a professzionális befektetési alapokat, ahol egyrészt létezik egy garancia, hogy nem fognak becsapni minket, mert itt azért komoly problémák vannak a befektetések területén, hogy amit csinálunk, az mennyire biztonságos, mármint mennyire leszünk csalásnak az áldozata. Ugye, ha gondolunk a kriptovalutákra, ami ugye fantasztikus látványosságot kap az utóbbi időben, azért itt ugyanúgy előtszük azt is olvasni, hogy itt eltűnt nem tudom hány millió, 100 millió, 10 millió euró értékű kriptovaluta. Tehát, hogy egy olyan piac, ami nincs szabályozva, nem is véd minket. Tehát én azt tudom mondani, hogy egy átlag ember, akinek nincsenek nagyon komoly alapismeretei az illető terméknek a piacán, legyen ez részvény, vagy legyen ez kötvény, vagy legyen ez kriptovaluta, akkor inkább forduljon a professzionális, és úgymond valamilyen szinten garantált, tehát nem arra garantált, hogy a megtérülés az mennyi lesz, hanem arra garantált, hogy nem fognak becsapni minket. Ugye a csalás kockázata, a digitális csalás kockázata ebben a világban nagyon magas szintet ér. Tehát, hogy amennyire sok jó van a digitalizációban, pont olyan sok veszélyt is hordoz magával. Ezért én azt tudom mondani, aki nem érti a kriptovalutáknak a piacát, az továbbra is tartózkodjon tőle, mert nem biztos, hogy pont ő lesz az, aki a nagy nyertesek közül fog kerülni, mint ahogy azt egyes helyeken úgy rások, olvasok, hogy fú, mennyit lehetett nyerni. Igen, de ez már nem olyan egyszerű, és megvannak a speciális kockázatai, amelyre nem mindig van egy megoldás. Ugye a bankbetétek azok állami garanciával működnek. Tehát, hogyha a bank csődbe megy, az állam akkor is kifizeti azt a bankbetétet, amivel én ott annál a banknál voltam. Ezért akármelyik bankba bevihetjük a pénzünket, nem vagyunk kitéve ennek a kockázatnak. A befektetési alapok, nyugdíjalapok is állami garancia van mögöttük, amelyekkel garantálják azt, hogy a csalás kockázata a lehető legalacsonyabb szinten van, és ha mégis bekövetkezik, akkor egy kárpótlást kapunk egy állami alapon keresztül. Tehát, hogy ennek van egy ilyen jellegű plusz hozadéka, természetesen az a hozamok, tehát hogy hány százalékos nyereség van egyik évben, vagy a másik évben, ez változó. Tehát ezt nem garantálja senki nekünk, de legalább tudjuk azt, hogy nem valami rosszindulatú embereknek a manipulációjának az áldozata leszünk.
A legegyszerűbb megoldás, még egyszer ráhozom, befektetési alapok. Ugye a háttérben olyan emberek vannak, olyan szakemberek, akik meg tudják mondani azt, hogy milyen időtávra, mi felelne meg, deviza szerint, akár célok szerint, melyek azok a befektetések, opciókat tudnak adni nekünk, hogy miből választhatunk, illetve ők mindig figyelik a piacot, tehát ők ezt csinálják nap, mint nap, ott van előttük a számítógép, a tőzsdét figyelik, és nekik az a céljuk, ugye, és az a lényeg abban, amit ők dolgoznak, és amit csinálnak, hogy minél jobbat és biztosabbat tudjanak ajánlani az ügyfeleknek. És amint mondtam, tehát itt nem kell olyan összegekre gondolni, mert sokszor jönnek az ügyfelek és mondják, hogy jó, de nekem most nincs egy hatalmas összegem, amit befektethetnék. Nagyon fontos, hogy megtanuljuk és tudjuk azt, hogy nem kell már úgy indulni előről, hogy nagy összegünk meg legyen takarítva, hanem fokozatosan felépíthetjük a befektetéseinket és megtakarításunkat. Mondjuk, ha mai napot veszük a nullás pontnak, akkor azt is mondhatjuk, hogy jövő hónaptól 50 lejt, 100 lejt valamilyen eszközbe lassan-lassan felépítve ugye megtakarítjuk, és így nagyon könnyen a jövőbe kialakíthatjuk azt a vagyont, vagy a vagyonnak azt a részét, amelyet szeretnénk. A nyugdíjasok is megtehetik azt, és nem csak a nyugdíjasok, bárki megteheti azt, hogy olyan formán próbál megtakarítani, hogy ezeknél a kereskedelmi bankoknál, ahol beszéltem a befektetési alapvásárlás lehetőségéről, beállít gyakorlatilag egy havi összeget. Tehát mondjuk, ha oda kapja a fizetését, nyugdíját, akkor beállít egy havi összeget, 300 lejt, 500 lejt, ami minden hónapban automatikusan arra a célra megy, hogy ezeket a befektetési alapokat, amiből államkötvényeket, tőzsdei részvényeket vásárol a befektető alapkezelője. Tehát, hogy beállítja azt, hogy minden hónapban egy bizonyos összeg erre a célra menjen. Ez egy jó takarékoskodási lehetőség. Gyakorlatilag nem kell vele foglalkozni, és minden hónapban egy bizonyos összeg átvándorol erre a célra, és tényleg, hogyha megnézzük az elmúlt évek kimutatásait, akkor azt látjuk, hogy stabilan jó hozamot biztosítanak ezek a fajta befektetések. Ott vannak ugyanakkor az egészségügyi, tehát életbiztosítások, amelyeknek befektetési komponense van. Ez is egy jó lehetőség, hiszen azon túl, hogy védelmet biztosít, tehát egészségbiztosítási védelemmel is felér, ezen túl ugyanaz történik, hogy a háttérbe egy alapkezelő kezeli a pénzünket, és azon túl, hogy ez egy életbiztosítás, azon túl egy komoly takarékossági lehetőség is, hiszen ezek is egy bizonyos éves hozamot azért eléggé stabilan hoznak évről évre. Ott vannak ugyanakkor a magánnyugdíj alapok. Itt ugye nagyon sokunknak van már a második pilléren megtakarítása. Arra is biztatnék mindenkit, hogy éljen a harmadik pillér adta lehetőséggel, a fakultatív nyugdíj alappal, hiszen itt elsősorban öregségünkre tudunk megtakarítani komoly összegeket, amennyiben a harmadik pillér adta a fakultatív nyugdíj alap lehetőségeivel élünk, akár periódikus befizetésekkel, akár egy összegbe történő befizetésekkel. Itt is a pénzünket szakcégek kezelik, biztonságban vannak, és azt a célt szolgálják, hogy öregségünkre, nyugdíjkorunkra hozzanak egy havi vagy egy összegbe történő hozamot. Ha fiatal kortól már úgy építjük, és használjuk a magánnyugdíj alapokat, a lehetőséget, használjuk azokat az extra befektetési lehetőségeket, amiket mi végzünk, vagy más professzionális cégek, akik erre vannak szakosodva, akkor ezekből az értékpapírokból, ezekből a jövedelmekből tudjuk kiegészíteni azt, ami mondjuk nyugdíjas éveinkre hiányként jelentkezhet. Ismétem, itt az ember az saját, hogyha természetesen, ha nincs, akkor az ember hozzáigazítja a jövedelmehez a költségeit, de egy nyugat-európai profil azt mutatja, hogy inkább azt az utat kellene kövessük,
hogy igenis öregkorban is egy olyan életünk legyen, ahol ne az legyen, hogy mindig számoljuk, hogy akkor pontosan mennyi az összeg, ami rendelkezésünkre, hanem engedhessük meg azt, hogy nyaraljunk pont úgy, mint fiatalabb korunkban, engedhessük meg azt, hogy vásároljunk olyan eszközöket, amelyekre szükségünk van, amelyre lehet, hogy a kurens hónapnak, vagy a kurens periódusnak a jövedelmei nem elegendőek. Na most erre tudjuk használni azokat a megtakarításokat. De mielőtt ez bekövetkezne, nyilván ezt a portfóliót át kell alakítsuk, tehát a kockázatosabb profilt átalakítjuk egy kicsit biztonságosabb. A részvényeket lecseréljük kötvényekre, a kriptovalutákat kiütjük a polcról, mert az már lehet, hogy 70 éves korban nem annyira izgalmas dolog, hogy itt 40%-os plusz-minuszok történnek. Tehát hogy ez pont úgy, ahogy az életünkben sok mindent megtervezünk azt, hogy dolgozunk, megtervezzük a családot, ugyanúgy meg kell tervezzük a személyes pénzügyeinket is, és akkor lesz csak sikeres, hogyha ezt időben elkezdjük 20-30 éves korba, és tartjuk ezt a profilt. Nekem az egyik legnagyobb problémám, hogy erre vonatkozóan nincs elég oktatás viszont, mert ugye az emberek sok mindent megtanulnak az iskolába, de az, hogy hogyan kell egy bankhitelt felvenni, és hogyan kell megtervezni, hogy azt mikor és hogyan tudom visszafizetni, vagy hogyan kell a megtakarításainkat tervezzük különböző formába, ez hiányzik a mi nevelésünkből. Remélhetőleg, hogy erre is találnak igen megoldást, hát van rá jel, hogy elkezdik. Ehhez először szakembert kell találjanak, és akkor ez be kell épüljön a gondolkodásunkba. De nagyon fontos, hogy ez megtörténjen, mert így tudjuk kikerülni azt a kellemetlen helyzetet, amikor valaki eléri a nyugdíjas korhatást, akkor rájön arra, hogy neki nincs elég jövedelme, és neki 70 évesen is dolgozni kell, mert nem azért, mert szeretne, az egy dolog, ha szeretne. De hogyha nem szeretne dolgozni, csak azért kénytelen dolgozni, mert nincs elég jövedelme, akkor ez egy szomorú helyzet. A Metszet végén köszönöm figyelmüket, jövő héten újra várom Önöket, addig is műsorunkat visszanézhetik televíziónk YouTube csatornáján. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!